Köszöntöm a kedves nézőket, hogyha Karasz Csaba a stúdió vendége, akkor rendőrségi hírek itt a háttérben. Köszöntöm a lezredes úr, köszönöm szépen, hogy eljött és elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, köszönöm. A lezredes úr, kezdjük egy zaklatási üggyel. Ez a jogi kategória? Nem Cegléden történt. Ez a jogi kategória, nagyon helyesen mondta a szerkesztő úr. A zaklatás az egy viszonylag friss bűncselekmény a büntető törvénykönyvben, akár egy vagy két évtizedes múltra tekinthető vissza. A lényege ennek az eseménynek, az ennek a cselekménynek, hogy valaki háborgatja, beleszól másnak a magánéletében, nem hagyja őt élni, viszont elkövethető a zaklatás akár egy cselekménnyel, ez egy, mint korábban volt a veszélyes fenyegetés, valakit megfenyegetnek veszélyesen, ez egy alkalommal is elkövethető, de a háborgatáshoz az egy rendszeresség kell, az kell, hogy valaki folyamatosan, rendszeresen valakit zavarjon, háborgasson. Legtöbbször ez telefonon történik, állandó telefonhívásokkal, de van olyan elkövető, aki például követi a másik felet állandóan, figyeli, akár a munkahelyén, akár a háza előtt, és ez rendkívül zavaró lehet. Az utóbbi időben volt egy olyan zaklatónk, aki inkább törtelen tevékenykedett, aki egy korábbi női ismerősét fontosan zaklatta, zavarta, hívogatta telefonon, teljesen mindegy, hogy most nappal, éjszaka állandóan kereste, üzengetett neki. Emiatt a sértettünk feljelentést tett ellene, majd ezt az eljárást mi annak idején be is fejeztük, ha jól tudom, ez eljutott bírósági szakba, de a cselekményét ez az elkövető nem fejezte be, azóta is tartott folyamatosan, új eljárás kellett indítanunk, majd az új eljárásban jutottunk el odáig, most már több feljelentés is történt, tehát más személyek is már feljelentették ezt a zaklatót, hogy nem lehetett ezt a szemét szabadlábon hagyni. Múlt héten őt egy rendőri akció keretében elfogtuk, előállítottuk, gyanúsított kiallgatását követően őrizetbe vettük, és javasoltuk a letartóztatását, majd a Budakörnyéki Járási Bíróság beszédet adatok alapján el is rendelte a letartóztatását ennek az embernek. Mennyire sűrűn fordulnak elő ilyen esetek itt az illetékességi területen mostanában? A zaklatás az egy gyakori esemény, tehát zaklatásból nagyon sok a feljelentésünk. Nincs olyan hét, hogy zaklatás miatt valamelyik állampolgárunk ne tegyen feljelentést. Viszont, nincs olyan hét? Nincs olyan hét. Viszont jóval kevesebb az a eseményszám, ami alapján nyomozást is rendelünk el. Tehát ilyenkor azért a nyomozó szerveknek mindig mérlegelni kell azt a tűrés küszöböt, hogy mi az, ami még nem zaklatást, nem valósítja meg ezt a bűncselekményt, illetve mi az a fajta elköti magatartás, ami már átlépi ezt a határt, és azt mondhatjuk, hogy bűncselekmény gyanúsítása megáll az elkövetővel szemben. Ugyanakkor azt is kell tudni, a zaklatás önmagában, ez egy magánindítványos bűncselekmény, tehát kimondottan a sértetnek kell az akarata, a kívánsága, hogy folyjon eljárás a másik személlyel szemben. Nagyon sok esetben a sértetek csak jelzik a nyomozószerek felé, hogy őt valaki zaklatja, és neki ez nagyon zavaró, de él a lehetőségeivel, a törvény adta jogával, és 30 napon belül majd eldönti, hogy kíván-e feljelentést tenni. Nagyon sokszor úgy tapasztaljuk, hogy ez egyfajta beijesztés az elkövetőnek, hogy lám, feljelentést tettek el, nem, akkor talán abba hagyja ezt a fajta cselekményét, és nagyon sokszor így is van. De aztán van olyan extrém eset, mint ez a mostani is, amikor nem hagy fel az elkövetéssel, és muszáj vagyunk utána már drasztikusabb eszközöket fölvonni mi is. Ismét kell szólnunk vagyon elleni bűncselekményről, bűncselekményekről, az egyik kapcsán pedig talán nem hétköznapi vagy mindennapos végkifejletről, történésekről. Sajnos igen. Vagyon elleni bűncselekményeink mindig vannak, tehát ez soha nem is fog elmúlni. Ezt utopisztikus álom lenne, ha azt mondanám, hogy majd egyszer megszüntetjük a vagyon elleni bűncselekményeket. Most is így történt, több nem túl nagy tárgyi súlyú cselekményről van szó, tehát maximum 100-200-300 ezer forintos lopások, de zavaró, amikor egyre több a száma. És két férfi került a képbe a nyomozóknak, majd az egyik férfit sikerült is egy akció keretében elfognunk, és ki is hallgató gyanúsítottként őrizetbe vettük, és terveztük, hogy előterjesztést teszünk a letartóztatására. Azonban a fogdai befogadáshoz ki kellett vinni a kórházba, mindig meg kell vizsgáltatni orvossal a fogvatartottakat, hogy van-e rajtuk sérülés, esetleg van-e valami panasza. A kórházi orvosi vizsgálatot követően a kísérő őrök egyébként betartottak minden szabályt, tehát volt kísérő öv az emberen,
volt bilincs, öfhöz rögzítve, volt kísérő szár, tehát minden, amit előír a jogszabály, azt betartották. Ennek ellenére a gyanúsított kitépte a kísérő szíjat az egyik őrnek a kezéből, és így összebilincselve, övezve elfutott a kórházból. Az őrök elkezdték az üldözését, de az adrenalin kicsit több volt szerintem az elkövetőben, úgyhogy gyorsabban futott és el tudott menekülni a kísérő őrök elől. Nagy erőkkel kutattunk, utána kerestük ezt a szemét, majd mivel az este folyamán nem sikerült előkeríteni, ugye másnapra egy kimondottan erre a kutatásra egy brigádot, egy nyomozócsoportot hoztunk létre, akik egész nap járták a várost, vették az információkat és kerestük ezt a szemét. Ennek eredményeképpen elmondhatom, hogy 24 órán belül sikerült ezt a szemét ismételten megfogni. Persze akkor már nem volt rajta a kincstári eszköz, tehát sem az öv, sem a bilincs, sem a kísérőszár nem lett meg. Ezeket eltávolították a családtagok, segítettek ki, levágták róla és eldobták. De a személy megvan, úgyhogy őt ismételten őrizetbe vettük, majd megjött a társa is, a szintén bajonelli bűncselekményekben. Most mind a két szemét a múlt héten a Budakeszi Nyilási Bíróság letartóztatta, úgyhogy ők is most már a BV intézetben találtok, így folytatjuk le velük szemben az eljárást. Továbbra is tanulmányozásra érdemesnek találja és ajánlja a www.kiberpajzs.hu oldalt. Feltétlenül, ezt már korábbi adásokban is elmondtuk. Hívek információkat. Mindenféleképpen javaslom az állampolgároknak, hogy ezt nézzék, mindig új és újabb információk vannak rajta, főleg az online csalásokkal kapcsolatban, mint mondjuk mindig egyszerűbb az ilyen csemmiket megelőzni, mint utána felderíteni és felkutatni az elkövetőket. Idézek öntől, a banki rendszerrel nincsen probléma, a felhasználókkal van általában a gond. Ez mindig is így van, és ezt most is fenntartom. Figyelnünk kell. És belesodródhatunk egész komoly ügyekbe. Gondolok itt például arra, hogyha a számlaszámunk átadásra kerül bármilyen úton, módon, ez akár egy pénzmosási történetté is fajulhat? Igen, igen. Furcsa az online csalásoknak ez a fajta úgymond hozadéka, tehát ezzel úgy az állampolgárok nagyon nem is szoktak foglalkozni, de azért azt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy nem önmagában az bűncselekmény, hogy valaki különböző online csalásos módszerekkel, nagyon sok ilyen módszer van, megkárosítja a sértetteket, hanem az ilyen bűncselekményből származó pénzösszegeket, jövedelmeket egy számlán, egy köztes számlán át kell futtatni. És nagyon sok olyan esettel találkozunk, ahol állampolgárok ezt a saját számlaszámukat rendelkezésre bocsátják valakinek. Nem kell sok mindent csinálni, csak ott a számlaszám, és néha átmegy rajta egy pénz összeg, amit neki majd továbbítania kell egy másik számlaszámra. Azt gondolja az ember, hogy ebből nem lehet baj, pedig ebből komoly baj lehet, hiszen ez a cselekménye, ez egy klasszikus pénzmosásos cselekmény, amire még az sem jó védekezési mód, hogy azt mondja az ember, hogy nem tudtam, hogy végül is ez micsoda, hiszen ezt a bűncselekményt ezt el lehet követni gondatlanságból is. Így a jogalkotó, ez egy korábbi, talán mindenki számára jobban ismert fogalom volt, az orgazdaság. Az orgazdaságot szüntette meg egy közel 2-3 éve is, abból alakult a pénzmosás, mint új bűncselekmény kategória, teljesen átfogalmazva, és bizony ezek a személyek akár gondatlanul is ezt a súlyos bűncselekményt elkövethetik, aminek extrém esetben például magasabb a büntetési tétele, mint az elkövetője, aki a csalást elköveti. Ha ismerős a hívószám, akkor sem árt az óvatosság. Nem, mert a 21. században a technika az egy nagyon fura dolog. Nagyon sok mindenre lehet már azért képes egy elkövető. És nem mondanám azt, hogy meghamisítani, hiszen nem hamisítják ezt a számot, hanem felhasználják ezt a számot. Tehát vannak olyan szolgáltatások, vannak olyan programok, hogy amikor telefonon felhívok valakit, akkor a hívó számként olyan számot fog kiírni a másik készülék, mint hogyha például az egy banki telefonszám lenne, vagy egy ismerős telefonszám lenne, pedig nem erről van szó, ha pusztán csak generálok egy olyan telefonszámot, amit szeretnék, hogy lásson a másik fél, de valójában persze nem arról történik a hívás. Sokszor fordul elő olyan, hogy bejön mondjuk hozzánk egy bejelentő, hogy azt tapasztalta, hogy hívogatják vissza őt a saját telefonszámán, hogy erről a számról kerestek bizonyos embereket, miközben ő soha nem telefonált, most sem telefonált, hanem valaki
random kiválasztott egy számot, az lehet, hogy pont az övé volt, és ezt a számot felhasználva hívogattak fel embereket, hogy klasszikusan most például az online csalásokat elkövessék. Ez mind-mind megnehezíti a nyomozást, hiszen ezek a számok utána már nagyon nehezen visszakövetkeztetőek, és nehéz megtalálni, hogy ki használta fel ezt a számot valamikor. Tehát, hogyha még ha ismerős számról is, de szokatlan kérés érkezik, legyünk óvatosak. Így van, tehát ha kimondottan például a banki hívásoknál, amikor azt gondoljuk, hogy ez a telefonszám, amit kiír, ez olyan szám, mint amiről minden nap kapom mondjuk az üzeneteket a bank részéről, SMS-eket például, nem kell erről megbizosodni, hogy ez tényleg az a banki száme, legyen bennünk egyfajta kis természetes kétkedés is, és sajnos ilyen világban élünk, hogy azt sem kell elhinni, amit a szemünk lát sokszor. Csaba, köszönöm szépen, hogy nálunk jár. Köszönöm, viszontlátásra. Kedves nézők, ez volt már a háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.